napot kívánunk, kedves nézőink! A mai alkalommal is természetesen tradicionális szabolcsi ételt fogunk elkészíteni, mégpedig a szilvás gombócot. Budapest környékén és Dunántúlon a szilvás gombócot általában egész szilvával készítik. Nálunk itt Szabolcsot már Bereg megyében ezt nagyon finom szatmári vagy beregi házi szilva lekvárral készítjük. És ami egy kicsit különleges lesz, amit még el fogunk mellé készíteni, az pedig egy sós karamell fagyi, ami gyakorlatilag egy ízkiegészítőként, ízfokozóként fog majd megjelenni a tányérunkon. A mai napon gyakorlatilag a pótmamám, Vali vagy Vali néni az, aki segíteni fog. Nézzük tehát a mai ételünket, a szilvás gombócot. Mielőtt elkezdjük majd begyúrni a tésztát, mindenféleképpen szükségünk van burgonyára, amit meghámozunk, jelen esetben 4 darab burgonya, amit meghámozunk, akár hámozhatod is, Vali, köszönöm, felkockázunk, és hideg vízben oda tesszük főni. Teszünk a vízbe egy pici sót, és amikor ez megfőtt, elkészült, akkor még leszűrés után azon melegében le is nyomjuk ezt a krumplit nagyon-nagyon apróra, hogy formázható, gyúrható tésztát kapjunk majd belőle. Elkészült a burgonyánk, megfőtt, letörtük, és gyakorlatilag ezt ide is készítjük a vágódeszkára, és Vali pedig összeállítja a szilvás gombócnak a tésztáját, ha lehet így fogalmazni. Szükségünk van hozzá a tört burgonyára, szükségünk van hozzá sertészsírra, nagyon fontos, hogy sertészsír legyen. Szükségünk van hozzá sima búzalisztre, kukoricadarára és egy pici sóra, és még tojássárgájára. Kezdjük is el, akkor egy pici sót teszek vele, egy ilyen kis tejáskanálnyit kell nekünk bele, egy kis búzadara. Ezt egy jó nagy evőkanálnyit teszek vele. Teszünk hozzá egy pici zsírt, az is egy ilyen kis dió nagyságú. És akkor egy tojássárgáját fogok vele tenni. Amíg Vali elkészíti ezt a alapot, ezt a tészta alapot, a szilvás gombóc alapot, én pedig elkezdem elkészíteni a sós karamell fagyinknak az alapját, amihez 150 g cukrot lekaramellizálok. A karamellizálásnál nagyon fontos az, hogy folyamatosan kevergessük a cukrot, és hogyha azt érezzük, hogy túl magas a serpenyőnek a hőmérséklete, akkor egy kicsikét félrehúzzuk a serpenyőt. Közben összeállt a tészta. Készítünk egy ilyen közepes keménységű, se nem kemény, se nem light tésztát, hogy a gombócaink egyben maradjanak. És ugye nagyon fontos ennél a tésztánál, Vali, hogy nagyon könnyűnek kell lenni, ugye? Tehát ennek, gyakorlatilag ennek az ételnek a titka, a könnyűsége. Készen is van a karamellünk. Ez egy gyönyörű, egynemű textúra lett. Jó, és amikor ilyen nagyon szép homogén egynemű, akkor ezt fogjuk és félretesszük egy picit hűlni. Közben Vali föl szeletelte a gombóc tésztát. Vali, hogyan tudják ellenőrizni a kedves nézők, hogy ez jó ez a tészta? Hát így átnyomkodják kézzel ki, és akkor kis kerek forma, és hogy összeragadjon. Mikor a szilvával betöltöm, akkor szépen majd össze fog ragadni, és akkor pont annyi kellő liszt lesz, hogy egyben marad a gombócunk.
akkor elkészült a gombócunk, ilyenkor teszünk oda egy kis forró vizet, és addig főzzük, míg a gombócok fel nem jönnek a víz fölött, és elkezdnek pörögni. Akkor már kiszedjük, ez egy olyan 8 perc, 7-8 perc. Feltettük a vízünket főni a gombócnak, közben pedig hűlt annyit már a karamellünk, ezt így megmutatom a kedves nézőknek, hogy még folyik, de már kezd sűrűsödni, és ehhez kézmeleg langyos vizet, körülbelül 60 ml-t szépen lassan hozzáadagolunk és elkeverünk. Amíg én ezt készítem, csinálom, addig Vali 3 tojást egy gép segítségével fölver. És a tojáshoz, ettől leszünk majd sósak, sós karamellesek, ad körülbelül 2 jó csipetnyi sót. És a vizet mindenféleképpen apródonként adják hozzá, hogy ne csomósodjon be a karamell, ugye ez a víz ne hűtse nagyon vissza a karamellünket. A víz hozzáadása után szintén egy szép, homogén folyadékot kell, hogy kapjunk. Jó? És újra ugyanez a fázis jön, mint amikor elkészítettük először a karamellünket. Hagyjuk egy kicsit kihűlni. Elkészült a felvert tojásunk, és most pedig fölverünk körülbelül 120 ml-nyi tejszínt. Ez most egy növényi alapú tejszín. Ha állati eredetűvel szeretnének dolgozni, akkor mindenféleképpen 35%-os tejszínt vásároljanak, mert azt nagyon szépen föl lehet verni, magas a zsírtartalma, meg fog állni gyönyörűen a hab. A 10-20%-os tejszínekből gyakorlatilag lehetetlen tejszínhabot készíteni. Felvertük a tejszínhabot, készen van a tojásunk, közben megfelelőre kihűlt a karamellünk, és ezt a karamellt szépen lassan hozzá csorgatjuk a tojáshabhoz, és egyenletesen elkeverjük. Jó, és megpróbáljuk úgy összedolgozni, hogy a habot teljesen ne tegyük tönkre. Ugyanakkor csomómentes is legyen. És el is készültünk, gyönyörű habunk képződött, és nincs más hátra, mint ezt kiadagolni. Mi ezeket ilyen picike üvegcsíkbe szoktuk beletenni, és lefagyasztjuk. Forra vízünk, és most beleengedjük a vízbe a gombócokat, picit még megformázzuk, és mindjárt, ha beleraktuk a 4 gombócot, akkor meglátják majd, hogy ezek a gombócok gyorsan le is süllyednek a fazekunknak, lábasunknak, gyorsforralónknak az aljára. Körülbelül 5 percig nyugodtan rajta hagyhatják a fedőt, és 5-6 perc után pedig levehetik, és akkor azt kell, hogy figyeljék, hogy ezek a gombócok, amik jelen pillanatban a fazekunknak az alján vannak, szépen jöjjenek föl a víz tetejére, és kezdjenek el forogni. Szóval
Szépen forognak a gombócok, és ide készítettünk egy tányérban lepirított zsemlemorzsát. Belehelyezzük a gombócot. Szépen rá tesszük a zsemlemorzsát, jól meg is forgatjuk benne, ide is teszünk egy kis zsemlemorzsát. És gyakorlatilag készen van a gombóc, tálalhatjuk. Ha ezt így kitálaltunk, megszorhatjuk porcukorral. Feltehetjük a sóskaramellfagyinkat, és készen vagyunk. Jó étvágyat kívánunk Önöknek, kedves nézőink! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.